Mindösszesen 5 méter mentette meg a légkalapácstól, attól, hogy ne rombolják szét a terem átalakításakor. Hála Istennek volt, aki leállította a munkásokat, kivették a falból a szekkókat, és így van lehetőség majd Hódmezővásárhelyen bemutatni. Ez a szekkó az egyik szálloda alagsorából került elő, és eddig szinte ismeretlen volt a nagyközönség számára. Kondor Béla minden műfajban, nagyban, faliképben és kicsiben, részkarcban is alkotott. Az akkor jellemző szociál és a posztnagybányai mesterek líraisága helyett a saját stílusában. Ez az út egy olyan kiteljesedés lett aztán az 50-es, 60-as években, egy olyan saját univerzum teremtés, amelynek a kisugárzása nyomán joggal mondhatjuk, hogy a kondori művészet a modern magyar művészet II. Világháború utáni egyik nagyon fontos nyitánya. A kétszeres Munkácsi díjas Kondor nem csak festett, hanem fotózott, könyveket illusztrált és írt verset és prózát is. Festészetére az erőteljes vonalak, részkarcaira, álmainak, vívódásainak megjelenítése volt jellemző. 1972-ben 41 éves korában hunyt el. Művei bejárták Európát, Ázsiát és Amerikát is. Éjjel-nappal dolgozott, és körülötte történhetett bármi, jöhetett, mehetett, vendég, rokon, akárki. Nem zavartatta magát, dolgozott tovább. Kondor Béla munkásságát, bár korszakokra tagolni nem lehet, kedvenc témái időről időre visszatérnek alkotásain. Hogyan látta az angyalokat, illetve mit jelentett neki a repülés? Az érdeklődők ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak február közepéig a Vásárhelyi Tornyai János Múzeumban.